Köszöntöm a Törzsasztal nézőit. Itt vagyunk a Fehértói Halászcsárdának a díszkútja mellett, és egy nagyon finom grill ételt szeretnénk elkészíteni. A főző partnerem Kádár Németh Matilda, Fehértói Halászcsárda és Panzió konyhafőnök asszonya. És ha már ugye halászcsárda, akkor készítsünk valami nagyon finom halat, és ugye sokan ismerik ezt a nagyon finom pisztrángot, egy kis zöld fűszerekkel fogjuk megtölteni, és egy kis zsája levélen fogjuk megsütni. Természetesen egy kis nagyon finom gombát is fogunk mellé adni köretnek, nagyon jó, illik a gomba hozzá, egy kis laska, egy kis portobello gombát is fogunk mellé roston megsütni, egy kis rozmaringot fogunk belerakni, egy kis borsikát, és itt ez a finom zsája levél, amit majd szépen beágyazunk, leolajozzuk, és ezen fogjuk megsütni, és ami még fontos, fűszer, ugye friss babérlevelet is fogunk belerakni a halacskába. Hát először is befűszerezzük, ami azt jelenti, hogy sóval, ahogy mondani szoktuk, a sóval igazándiból nem is fűszerezünk, hanem ízesítünk. És a fűszer az pedig majd a durvára őrölt bors. A halacskák azok kedvelik a sót, úgyhogy lehet bátran sózni, úgy jó, hogyha azután a fröccs is jó csúszik majd. Egy kis bors, egy kicsit ide is, egy kicsit ide a belsejébe is rakunk. Egy kis babérlevelek, itt vannak a babérlevelek, ezeket is bekészítjük ide a pocakjába. Így, így. A borsikával már lehet bátrabban bánni, ide berakjuk. Most már csak a rozmaring kerül bele. Így. Olajat a tűzre, de hát ez ilyen vaslapon fogjuk megsütni őket. Ezeket a leveleket rádobjuk. És ráhelyezzük ide ezeket a halacskákat szépen libasorba. Hát, valami álomszép. És látom, a gombák is nagyon szépen haladnak. Csodaszépek a fűszerezés, nagyon látványos. A vaslapon sült zöldségféléknél nagyon jó, ez a friss fokhagyma, ez a legfinomabb, ezt így ketté kell vágni, és oda kell rakni, és ez gyönyörűen pirosan meg fog sülni. Hú, micsoda illata van, csodás. Fogom. Íme, kedves nézőnk, elkészült ez a csodálatos fűszerekkel töltött pisztránk. Jó étvágyat kívánunk hozzá!